A Győrfi Napok záró programján az iskola énekkarosai egy népdalcsokorral köszöntötték a megjelenteket, majd az intézmény aulájában lévő Győrfi István szobornál koszorút helyezett el a diák önkormányzat képviseletében Márki Flóra és Márki Bálint. A rendezvény sorozat keretein belül a helyi történeti pályázatra beérkező pályaművek eredmény hirdetésére is sor került. Idén 3 témában lehetett pályázni a gyerekeknek. Idén 30. alkalommal került megrendezésre iskolánkban a helytörténeti pályázatok értékelése. Idén 3 témában lehetett pályázni: a karcagi birkapörkölt, hagyományos értékek egy modern lakásban, illetve a jutenyésztés története címekkel, és ezekre a pályázatokra 17 pályamű érkezett be. A diákok már december óta lelkesen készülnek, pedagógusok, illetve szülők segítségével a mai délutánra. A pályaműveket Eskovács Ilona néprajztudós zsűrizte, Rapi Lajosné, illetve dr. Kasuba Jánosné. A pályaműveket 3 tagú zsűri értékelte: Eskovács Ilona néprajztudós, Rapi Lajosné, illetve dr. Kasuba Jánosné. A bíráló bizottság tagjai mindegyike egy-egy témát kapott, majd megtekintette a pályaműveket, amelyek után meghozta a döntését. Az ünnepélyes eredményhirdetésen az értékelő bizottság tagjai is köszöntötték a diákokat, valamint a megjelenteket, majd elmondták, nagyon büszkék a gyerekekre, hiszen mindannyian tartalmas és színvonalas pályaműveket készítettek. 2020-ban a felterjesztés alapján bekerült a Győrfi István Múzeum adattárába ez a gyűjtemény, és a Városi Értékbizottság olyan jónak ítélte ezt a gyűjteményt, ezeket a pályázatok gyűjteményét, hogy Karcagváros értéktárát képviselik. Ez azt hiszem, hogy az intézménynek is, az itt tanuló tanároknak, és azoknak is nagyon nagy öröm, akik ebben a munkában részt vettek. Hiszen ma már, ha visszagondolunk, ti még olyan fiatalok vagytok, már ez a 30 év, ez olyan hosszú idő, hogy azok, akik először pályáztak, azok a fiatalok már ma szülők. És talán nagyon soknak még a gyereke is részt vesz ebben a munkában, de akik részt vettek, én úgy gondolom, hogy soha nem felejtik el ezt a munkát, mert örömet ad a pályázónak, a siker, örömet ad a segítő tanárnak, örömet ad a szülőknek, nagyszülőknek, hogy ti ezzel a hegyományápolással foglalkoztok. És szeretném itt megköszönni még egyszer a történelem szakos tanároknak, az osztályfőnököknek, az iskolavezetésnek már megköszöntem, a múzeumnak, a szülőknek, a nagyszülőknek, a városi könyvtárnak, akik a kutatási anyagot biztosítanak. És szeretném megköszönni még mindenkinek, aki ezt a 30 éves munkát segítette. Végezetül pedig szeretném, hogyha ez a folyamat, és azt kívánom, hogy tovább tartson, és még 30 évig, vagy még tovább is, hogy ez az értékteremtő munka itt a Győrfi István nyomán maradjon meg, és továbbra is éljen. Ehhez kívánok nagyon jó egészséget, nagyon sok lelkesedést az iskola tanulóinak. A tanulók bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítésben részesültek a délután folyamán. Az eredményhirdetés követően a megjelentek a Nagykunság Népművészek Egyesületének kiállítását is megcsodálhatták az intézmény aulájában.